Na, sziasztok! Imre vagyok. Most egy ideje nem volt videó, ezt nagyon sajnálom. Ugye nekem olyan gyenge gépem van, hogy nem bírja a bandicamet, ahogy veszem fel a videót. Szóval a kamerával kell felvennem, ezt most nagyon sajnálom. És igazából én a németekkel fogok menni. Hát a felbontás, ahogy elnézem, szerencsére jobb, mint ahogy én gondoltam. És... hát akkor induljunk, nem is beszélek, nem untatlak titeket. Ugye most itt várunk. Németek közül eddig csak első szintes lepcsim van, de... nem tudom, mi mást mondjak. Nem tudom ebből, amit akartam kihozni. Csak hogy annyit, hogy első szintű repcsém vannak még csak. Bocsánat, ha túl halk vagyok. Csak azt nézem állandóan, hogy remélem minden látszik a videóból. Na tényleg nagyon sajnálom meg minden, hogy most így kell nézzétek, de hát most mit csináljak? Menjünk ezzel. Még nem sokat játszottam amúgy ezzel a játékkal. És hát ez mi volt? Na mindegy. Szóval még nem sokat játszottam ezzel a fiókkal. Tehát igazából nincsenek túl erős gépjeim. Vissza is fordulok, nehogy én legyek az első, aztán engem lőjenek ki először. Ezek mik? Légvédelmik. A-ak. Nem, ezek az A-ak. Na, valaki már le is zuhant. Egy Blenheim. Hú, hát itt jó néhányan jönnek. Nagyon sajnálom, hogy... jó, mindegy, ezt már mondtam, de hát akkor is nem lehet jó nektek. El tudom képzelni, hogy milyen szar nektek nézni. Most ezt így, hogy kamerával veszem föl. Meg azt is remélem, hogy nem vagyok halk. Ja, 1.43-as verzió. Kiadtam. Ma azt... izélem itt... 3 napja. Volt ez már egy hete is, de nem tudom. Amióta ezzel az 1.43-asra játszik, de igazából nem tudom, Gézának most igazából a gépén a jelszó nem volt leírva, vagy nem tudom, és akkor ő elfelejtette. Mivel nem volt a... na. Persze újra kezdtem. Szóval Gézának... jó, már késő van. Én sem nagyon tudok odafigyelni arra, hogy mit mondok, meg most játszok is, így nem tudok egyszerre beszélni, hogy... na, értitek. Szóval Gézának nem volt leírva az, hogy mi a jelszó, ezért nem tudta. Neki az volt beállítva, hogy automatikusan lépjen be. De hogy a bátyja, ahogy elkezdett játszani, ugye Gézait kitörölte, Géza jelszavát, És most nem tudja Géza a belépést, ezért most lehet, hogy nem fog játszani Wartunderrel, pedig ő neki, nekem azt mondta, hogy ő semmit nem ad föl. Hát így feladta, igen, ilyen könnyen, mégis. Nagyon, nem mindegy. Nagyon nem adta föl. Én csak így nem tudok belépni, jó, akkor már nem is fogok játszani. Kész. Jó, te, mondom, te tudod. De sajnálok. Neki is olyan gépje van, mint nekem. Mindig rámegyek SB2M-re, egy bombázó. Orosz.
Egyébként én azért a németekkel megyek, mert a németeknek sok erős gépük van. Az oroszoknak is van erős gépük, de ne menjetek az oroszokkal, mehettek az oroszokkal, csak hogy egy tanács, hogy azért nem jó az oroszokkal menni igazából, mert gyorsan eloltjuk magunkat. Megnyomtam az i-betűt, ami kikapcsolja a motort, ami most ebben a pillanatban nem ér semmit, hallod. Uff, az is. Na, mondom. És ugye ezek még egyes szintű gépek, ezek nem túl erősek. Szóval az oroszok nagyon minél erősebbek, ugye van nagyobb ágyújuk meg minden, sokan azt hiszik, hogy hú, de jó, most nagy ágyúja van, és akkor most mindenkit kiszedek vele, de nem, mert olyan hamar kifogy, és olyan hosszú a töltésidő, hogy ez az rettenetes már, az nem lehet játszani az oroszokkal szinte. Nekem ez a véleményem, azt ti tudjátok, hogy akartok-e venni, vagy megfogadjátok a tanácsomat. Én nem akarok beleszólni, csak egy segítség volt ez. Info. Na, forduljunk visszafelé. Menjünk rá. Ő az? Nem. Jó, hogy nem lőttem. Ja, meg néhány német gép jól fordul. Hú, de vannak olyan német gépek, amik nem bírnak pörögni. Mondjuk az a két motorosoktól, az első szintű két motoros. Ja, és már első szinten a legelső gépnél gépágyú van 20 mm-es. Kettő darab. Gyere már nekem, na. Gyerek. Okos. Akkor elé majd téged lőlek. Végén, hogyha annyit akarsz. Hey, man, innen! Hülye gyerek! Ez nem igaz, ilyen értelmesek vannak itten. Ennyire el akarta lopni a killemet. Ja, most jövök a BF-110-szel. Sőt, még C4 is. Ő írogatja nekem itt oroszul, hogy idióta, amikor ő jött nekem, de nem foglalkozok az ilyen értelmesekkel inkább. Na, Gunner, lusta vagy? Alszol? Pihensz? Nincs kedved lőni. Kifogyott az ammó. Mik vannak még, amik lehetségesek? Segítsen, na. Valaki, help me, please. I need a lot of help. Ez aztán a gép, ami lassan fordul. Úgy szedem ki azt a... Na. És... Jó, mindegy. Jó, nem szólok bele. A játék tudja. Ebben a játékban itt ő a bíró, szóval... Te magyarázkodhatunk mindenkinek. Ja, azt a én így, meg azt a én úgy, de közben mégsem. Mivel lehet, hogy pont abban a pillanatban lőtt rá valami más gyerek egy rakétát. És attól killelődött ki. Úgy, killelődött ki. Na, mondjuk még szép magyar szavakat. Nem pazarlom a mód, mikor bombám is van. Akkor inkább az könnyebben, nem lövöm agyon, hanem egy bombával egyet kinyírok. Vagy ha szerencsém van kettőt, de nem hiszem. Hoppá! Hát ez verré ment. Hun vagy te? Visszafordulok és úgy szétlőlek. Ha tudlak. Jaj, né! Ez az, azt hittem, hogy már szétbombázom magamat. Na gyorsan. Report, cover me. Need backup, úgyis jó. Supportot mondod, de az a legjobb inkább. Azt mondom.
Hát ez nem talált. Ez nem igaz, de lusta vagy te, Gunner. Hogyha már fölbéreltelek lőni, akkor lőjél is legalább, ne csak ott legyél. Ja, hogy lősz? Most már hallom. Lehet, hogy mindvégig lőtt? Csak én nem hallottam. Én meg itt szídom szegényt. Oké. Köszönöm, hogy ezt meghagytad. Hát ez nagyon talált. Meg volt sebezve a szárnyam. Akkor az utolsó gépem, és ez 10 perc is, nem sokára befejezem. Aztán azt még fölrakom tölteni a netre, a YouTube-léra. Jön, nem először még megvágom, vagy valami ilyesmi. De nem vágom én meg azt, tehát lássátok az egészet. Na szóval győztünk. Még megnézem a cuccokat. 4. lettem. Az nem rossz egy ilyen tő, mint én. Vagy igen? Nem tudom. Voltam már első is. Igen? Nem? Igen? 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 Na szóval megvan egy új gép. Következő videóban, azaz holnap megyek egyet vele. Most bocsánat, nagyon sajnálom, hogy egy ideig nem volt videó, csak ugye így nem tudtam, hogy mit csináljak. Ez lett a végső megoldás, hogy kamerával veszem föl. De nem laggol. Szóval ugyanúgy veszi föl a kamera, mint ahogy én pörgetem. Csak a felbontással van azért egy kis baj. Nem lehet elolvasni. Na szóval, ha tetszett a videó, lájkoljatok, ha nagyon tetszett, akkor iratkozzatok föl, és ha valami hozzáfűzésetek, vagy valami olyasmi, amit nem értetek velem egyet, akkor írjatok kommentbe, mindenképpen el fogom olvasni a kommenteket. Nem leszek ilyen komment őrült, hogy egész nap azt fogom nézni, hogy na valaki végre ír, hanem úgy amikor nincs semmi dolgom. Na szóval, sziasztok!